A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az évértékelők, az ünnepi beszélgetések nézőit. Vendégem igaz Krisztián, Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ szakmai vezetője. Tisztelettel köszöntelek, szervusz. Szia Lajos, köszöntöm a nézőket is. Én azt mondom, hogy a Székesfehérvár közművességnek alapfeladatait ellátó intézmény mindig is nagyon-nagyon fontos volt nekünk. Most azonban már jó néhány esztendeje, amióta a hozzátok tartozik a rengeteg telephely itt Székesfehérváron, hiszen az Öreghegyi Közösségi Ház egy gyors felsorolás, Felsővárosi Közösségi Ház, a Fekete egy Szárazréti Kultúrudvar, Királykút Emlékház, Kisfaludi Közösségi Ház, Vízivárosi Közösségi Klub, Felsővárosi Alkotóház, Csalai Közösségi Tér, mind-mind tele van programokkal, mondhatjuk ezt, hiszen megszámoltam tegnap, vettem a bátorságot, több mint 60 különböző klub, illetve olyan esemény, közösség működik jelen pillanatban a vezetésetekkel, irányításotokkal, segítségetekkel, amely azt hiszem, hogy lefedi teljes Székesfehérvárt. Ugye a központ termei kívül is nagyon sok minden van, és hát a jeles ünnepeinken pedig egyértelmű, hogy a Közösség és Kulturális Központ munkatársai, akik az egészet megszervezik. Az a fontos kérdés számunkra, nyilván nem vehetjük sorba valamennyi klubot, illetve közösségi eseményt, hogy miként épül fel ez az egész szakmailag? Két helyet kifelejtettél, közben számoltam az ujjaimon. Mert barátságmozi. A barátságmozi és a központi épületünk a fürdősoron, igen, mert 10 telephelyünk van. Nekem is már az ujjaimon kell számolnom, és ahogy soroltad fel, elkezdtem őket számolni. És igen, ez a 9 közösségi tér, vagy közösségi központ, közösségi ház az, ahol ezek a klubok, foglalkozások kapnak helyet. Nagyon fontos számunkra, hogy minden korosztálynak tudjunk nyújtani közművelődési szolgáltatást, tehát a legfiatalabbaktól a legidősebbekig. A szépkorúak nagyon nagy létszámmal vannak a közösségi terekben, és nagyon jól ki is használják ezt. És a fiatalok is megjelennek szerencsére. Ez a legnehezebb, azt hiszem, mert családokat a legkönnyebb megmozdítani, és a fiatalokat a legnehezebb. De például van is egy olyan zenekarunk, aki nálunk próbál, és ennek biztosítunk helyet, akik középiskolás fiatalokból állnak. Őket nehezebb becsábítani, azt hiszem, a közösségi terekbe. Igyekszünk nagyon. Pont ezért áll úgy össze a szakmai program, hogy minél többet tudjuk őket is támogatni, és olyan programokat is szervezünk, olyan eseményeket, amivel őket becsábítjuk a közösségi terekbe, és utána látják, hogy milyen jó ott lenni. Ugye, hogyha megnézzük 20-25 évvel ezelőtt, amikor nem nagyon volt más lehetősége az embernek közösségre találni, közösségben létezni és kulturálódni, nem otthon nyomkodta a mobiltelefonját, a televíziót vagy bármely más eszközt, akkor ezek voltak a kultúra központjai és a közművelődés központjai. Ez most már egy kicsit megváltozott, úgyhogy nekünk az a célunk és az a feladatunk, hogy visszacsábítsuk a közösségi telekbe az embereket, legyen az bármely korosztály is. Nyilvánvaló, hogy az állandó klubok mellett azért a kiemelt székesfehérvári eseményeinek is gazdái vagytok, ami nagyon-nagyon fontos nekünk. Milyen elvek mentén állítjátok össze ezeket a műsorokat? Nyilván mondom, hiszen most rövidesen karácsonyon erről majd beszélünk, tehát advent ünnepe az egy különleges ünnep, az új év nem különben, de azért ugye vannak olyan különleges események, amelyek már rendszeresek. És ahogy megfigyeltem, számos olyan munkatárs van, aki bizonyította, hogy alkalmas, illetve felnőtt ehhez a feladathoz, hiszen valljuk meg, a köznapi lét, tehát követően a művelődési és közművelési eseményekre óriási szükség van. Igen, a mindennapokban szükség van erre. Tehát ahogy mondtad, az ünnepeink nagyon fontosak, az ünnepekhez kapcsolódó rendezvények nagyon fontosak, de azok a programok, amik ezekben a házakban zajlanak, én is egy kis számvetést csináltam most, több mint 240 programot szerveztünk ezeken a telephelyeken, vagy ezeken a házainkban, a telephely az nem is egy szép kifejezés erre, ezekben a közösségi házakban, és a kollégák nagyon sokat dolgoznak rajta, hogy olyan programokat tudjunk hozni, ami tényleg érdeklődésre tart számot.
Igen, vannak itt, ahogy nézegettem a különböző helyszíneken, egy rendkívül régi, tehát azt mondom, hogy már bizonyított különböző közösségi események, klubok, viszont vannak újdonságok is. Hogyan lehet megszólítani? Tehát ugye elsősorban akkor kezdjük talán a fiatalokkal, hogy kell megszólítani a fiatalokat? Hiszen látjuk, hogy egy csoda csapatot hoztatok össze. A többségünknek az első időszakban ugye be kellett mutatkozni értelemszerűen, hiszen egy olyan fiatal művelődés szervező gárda dolgozik jelenleg, akiket a régebbiek nem igazán ismertek. Hát igen, ennek a szakmának ez az éltető rugója, hogy mindig fiatalokkal tudjunk együtt dolgozni, és ezért is fontos, hogy fiatalok legyenek körülöttünk, ahogyan mondtad, hogy megszólítsuk a fiatalokat, ami nem egyszerű egyébként a mai világban. Mindenféle csatornán próbálkozunk kérdésedre reagálva, hogy hogyan érjük el őket, és tényleg a rendezvényekkel próbáljuk őket megfogni. Most volt nemrégen egy karrierkavalkád programunk, ahol különböző szakmák képviselőit hoztuk oda a központi épületünkbe egy kötetlen beszélgetésre, kerekasztal beszélgetések után, ahol 30 szakma képviselőihez tudtak odaülni. Nem olyan, mint egy pályaorientációs nap, amikor elmennek az iskolások közösen, hanem amikor kötetlenül oda tud ülni egy űrkutatóhoz, egy villamosmérnökhöz, vagy egy séfhez, egy cukrászhoz, vagy egy rendőrhöz, és el tud beszélgetni arról, hogy milyen is az ő szakmája, milyennek az árnyoldala, milyennek a szépsége. Sokan voltak, lehettek volna többen is. Tanulnunk kell a fiatalok felé a kommunikációt, de nagyon előremutató volt, hogy érdeklődnek iránta a fiatalok, és jönnek. Tehát a lényeg az, hogy olyan programokat szervezünk, olyan eseményeket, olyan klubokat próbáljunk indítani, ami őket is érdekli, és nagyon nehéz a fiatalokkal most. A másik csoport, ami különösen fontos számunkra, a szépkorúak mindenképpen. Hiszen ők állandó klubokban beszélgetnek, programokat készítenek egymásnak, viszont hogyan lehet az öregeknek, az idősebbeknek is olyan programokat kínálni, amelyek, hiszen ők a nagyon sok mindent megéltek, és nyilvánvaló, hogy a nívós programokra vevők ők is. Igen, és nagyon, nagyon nagy szeretettel jönnek hozzánk, sokat beszélgetünk velük, tehát amennyit csak tudunk, annyit találkozunk és beszélgetünk velük, mindig érdeklődéssel fordulunk felük, hogy mi az, ami érdekli őket. Ott vagyunk esetleg egy-egy klubfoglalkozásokon, a vezetőkkel szoktunk beszélgetni, hogy milyen programok az, amire nyitottak. Egyébként mindenre szerencsére. Tehát ha van egy népdaléneklésű versenyünk, vagy egy hasonló népzenei programunk, arra is nagyon szívesen jönnek, de a jazzesteken is ott voltak, és önkéntesként nagyon sokat segítenek egyébként a szépkorúak nekünk. Igen, ezt megtapasztaltam én is most, például ugyebár a Felsővárosban nemrégiben voltak ott a néptáncosok, azt hiszem, hogy egy felejthetetlen estét ajándékoztak mindnyájunknak. A kiállításokról kérdeznélek. Az elmúlt időszakban megszoktuk, nagyon sok kiállítás van egyébként a többi intézményben is Fehérváron, de mindig valami különlegeset képvisel az Öreghegyen, vagy bárhol másutt megrendezett tárlataitok. Ez is a célunk, hogy olyan különlegességeket hozzunk a városba, amiért nem kell utazni Budapestre, nem kell utazni másik nagyvárosba. Ilyen akár jelmezkiállítás, díszletkiállítás, Kente úrnak is volt nálunk kiállítása jelmezekből és díszletekből, vagy az operaház jelmezeiből Öreghegyen például utoljára egy kiállítás, vagy olyan iparművészek, fiatal dizájnerek, ruhatervezők, formatervezők kiállítása, amivel nem minden nap találkozhatunk, és azért hozzuk ide az embereknek, hogy kicsit tágítsuk a látókörüket, és rálássanak olyan dolgokra, amik nem elérhetőek számukra mindennapokban. Tehát tulajdonképpen versenyre keltek Budapesttel, ha úgy tetszik, hiszen ott egymás érik ezek a kiállítások. A jelmez kiállításon például, illetve az operaházas kiállításon nagyon-nagyon sokan voltak, én azt hiszem, hogy mindenki rácsodálkozott, és ez egy remek út. Mi újság a koncertekkel? Erre ugyanazt tudjuk elmondani helyjel közel, hiszen mindig különleges esemény egy koncert. Még majdnem azt mondtam, hogy szabad művelődés házában, mert ugye ehhez szoktunk Igen. hozzá, tehát a közösségi és kulturális központban. Illetve hát mondhatom, hogy az Öreghegyen is. Igen, hogyha megnézzük a házakat, akkor leginkább a központban és az Öreghegyen vannak alkalmas terek arra, hogy koncerteket szervezünk.
Visszakanyarodtunk kicsit a jazz irányába, és újraindultak a jazz péntek sorozataink. Régen Öreghegy volt ugye a jazz központja leginkább. Most a központi épületekben voltak ezek a programok. És amíg az elején mi kerestük a fellépőket, most már ők keresnek minket. Ami egy nagyon jó visszajelzés, nem csak a látogatók részéről, hogy ők szeretnének jönni a koncertjeinkre, amik nagyon sokszor teltházasak, és már a regisztrációt le kell zárnunk, hiszen már többen nem férnek be a színházterembe. De az előadók is keresnek most már minket, és szeretnének jönni. Tehát ez is igazolja, hogy egy olyan minőségi programsorozatot tudtunk összeállítani, ami nem csak a látogatóknak egy jó dolog, hanem az előadó művészeknek is egy nagyon jó megjelenési lehetőség és presztízs kérdés is. Így van, tehát nagy kihívás gondolom, mint ahogy a Fekete egy szárazréti kultúrudvart is megtelíteni, hiszen ott komplex programok vannak általában, ráadásul olyan programok, ahol családok jelennek meg a töpörtyüktől a nagyocskákig, egészen a felnőttig, nagymamákig. Igen, ez a helyszín leginkább a családi programok kiszolgálására alkalmas. Elég nagy terület és elég nagy zöld terület áll rendelkezésre ahhoz, hogy ott jól meg tudjuk valósítani a szabadtéri rendezvényeket. A Borsó Fesztiváltól, a Gyerekmajálison át, a nyári színházi programjainkon keresztül, és most az adventi karácsonyváró programon át nagyon sok mindent szervezünk ebbe a házba is. És nagyon sokan jönnek rá szerencsére, nagyon érdeklődőek, nagyon várják ezt. Ahogy mondtam, ezt a zöld területet nagyon jól ki lehet használni. Tehát családoknak kiváló lehetőséget tudunk adni a játékra, a közös minőségi együtt töltött időre, mert ez a legfontosabb. Főzésre, ne feledjük a gasztronómia, Fellegvárra is ilyen értelemben egy-egy nyáron. Ugyanakkor a kicsikről is kell, hogy szó essék, mert én azt hiszem, hogy rendkívül fontosak egy adott térségben. Tehát gondolok itt elsősorban a Királykút Emlékház folyamatosan olyan programoknak ad otthont, ami hiánypótló ebben az értelemben. Itt gondolok itt elsősorban, hogy történelmi beszélgetések, olyan előadások vannak, amelyek másutt nincsenek. Víziváros. Víziváros egy nagyon pici klub. Igen. Valójában 12-en férnek be, ez a maximális létszám. És most már összeállt egy olyan közösség ott is, akik visszajárnak. Indítottunk egy csináld magad, vagy do it yourself, ahogy mostanában nagyon divatos ezt megfogalmazni. Egy olyan klubot, ahol közösen egy jó tea, vagy egy jó hűsítő mellett, attól függ, hogy milyen idő van, együtt töltetnek el pár órát. Azok, akik szívesen lejönnek a környékből, a 10 emeletesekből, elsétálnak odáig, és ott is ez a 12 fő, nagyon furának hangzik, hogy nehéz 12 főt összeszedni, de nehezen indult ott ez a klub élet, viszont most már nagyon szépen belendült, és a kolléganőm, aki ott kézben tartja ezeket, nagyon jó házigazdaként várja azokat az érdeklődőket, akik ott összegyűlnek, és elbeszélgetnek, közben készítenek valami szépet. Itt az üvegfestéstől, a gyöngyfőzésen át, a könyvborító készítésig, patchwork technikával könyvborítókat is készítettek. Tehát egy jó kis közösség állt össze, és nekünk az a feladatunk, hogy közösségeket építsünk, hogy közösségeket hozzunk létre. És ami nagyon fontos, hogy az az együtt töltött idő, ami ott zajlik, az minőségi legyen, és egymásról szóljon, meg minőségi eseményekről, rendezvényekről. Igen, én ezt megtapasztalom Kisfaludon is, mert óhatatlanul, tehát a város szélén, ha úgy tetszik, abban a különleges övezetben, ahol tulajdonképpen egy falusi környezet van, de elsősorban a kitelepülőknek köszönhetően nagyon nagy igény van arra is, és nem csak a nyugdíjasoknak, hogy falsős kulturális események történjenek. Kisfalud egy remek példa erre. Igen, Kisfalud egy, hát ha nem is falus, de egy zárt közösség, akik valóban úgy tudnak működni ott, mint egy faluban. Van egy nagyon jó kis közösségi ház, ahol össze tudnak gyűlni, ahova programokat tudunk nekik szervezni, vagy akár kiállításokat. Ott is működnek klubok, erre nagyon jó példa a Kisfaludi Művészkör, akiknek most decemberben nyílt újra a kiállításuk. Ők már 13 éve működnek, és minden hónapban összejárnak, együtt alkotnak, és minden decemberben bemutatják azt, hogy mi az év termése, és hogyan tudtak fejlődni. A Kisfaludi Egyesülettel egyébként nagyon szoros kapcsolatunk van, hiszen ők az, akik helyben ott vannak, és akik tudják képviselni a helyiek érdekeit,
tudják felénk közvetíteni azt, akik nem élünk köztük nap, mint nap, hogy milyen igények vannak, mire nyitottak, mit szeretnének megvalósítani, és az éves programot is mindig úgy állítjuk össze kisfordon, hogy egyeztetünk az egyesülettel, az egyesület vezetőivel, akik már hozzák magukkal azokat az igényeket, amit a kisfaludiaktól hoznak, és ezt közvetítik felénk. Bizonyos értelemben a csalai közösség is tér is hasonlít ehhez, hiszen ők is egy zárt közösség. Ráadásul két utca vagy három, nem tudom pontosan, de azt hiszem, hogy kicsi, de bensőséges, családias. És ott aztán bizonyosan otthonra találnak a töpörtjük is. Igen, a kicsiknek is, leginkább ott is a családokat tudjuk megmozdítani csalán. Az sem egy túl nagy közösségi tér, ami ott van a település rész szélén, nem is, ez is mint egy kisebb kis falu úgy működik. Nagyon összetartóak a csalaiak, és minden programra nyitottak, és mindenre nagyon szívesen eljönnek. Legyen az akár egy Mikulás várófoglalkozás, egy kézműves délután, valami ünnepőrhöz kapcsolódóan, vagy legyen egy gyereknapi program, amit már nem a közösségi térben szoktunk megcsinálni, ott is a játszótér mellett, hiszen ez a legalkalmasabb terület erre. Ha nem is a teljesség igényével, de valamennyi olyan közösségi térről beszélgettünk, ahol fontos történések zajlanak az év közben, viszont a kluboknak, csoportoknak azt hiszem, hogy megtaláltátok a helyét mindenütt, illetve lehetőségük nyílik az egész városban, hogy otthonra találjanak. Viszont a ti feladatotok a kiemelt ünnepek megszervezése is, és én azt gondolom, hogy királyi város révén ebből van bőségesen. Ilyenkor mit az elsődleges? Hiszen nyilván ezt komoly tárgyalások előzik meg, hogy kik jöjjenek, mikor, miért, és nem csak a Szent István nap, hanem az új év, a lencse, és így tovább. Tehát jószerivel valamennyi nagy ünnepünkön a ti kezetekben van a fehérváriak sorsa, ha úgy tetszik. Igen, hozzánk tartoznak a fehérvári nagy rendezvények is, akár ünnepkörhöz kapcsolódóan. És ahogyan mondtad, ez a szerencsehozó lencsétől egészen a városi szilveszterig tart. Ebben benne van a Heted-Hét Játékfesztivál, március 15, október 23, Pünkösdi Virágálom, Királyi Napok, Lecsófesztivál, Lecsófőzővigasság, tehát minden, ami szabadtéri leginkább, és nagyobb volumenű rendezvény, az hozzánk tartozik. Hát ez egy komoly előkészítő munka, nagyon sok feladat van vele, amellett, hogy ugye a 10 házban is végezzük a feladatainkat, és megtöltjük a házakat programokkal, gondoskodunk a klubjainkról, csoportjainkról. Ez is egy nagyon nagy feladat és egy nagyon nagy falat. Természetesen éves terv alapján dolgozunk, tehát ilyenkor már készül a költségvetés a jövő évre, ilyenkor már készül a munkaterv a következő évre. Megvannak az ötleteink mindig, hogy hogyan szeretnénk kicsit fejleszteni, kicsit módosítani, kicsit átalakítani ezeket a városi nagy rendezvényeket, hogy mi legyen a tartalma, ezt nem lehet egy ilyen rendezvényt, mondjuk ami egy királyi napok például. Ezt nem lehet két hét alatt összerakni. Igen, ennek már mindig, amikor lezárul a királyi napok augusztusban, akkor mi már nekiállunk a következő tervezésének. Jó a csapatod? Kiváló csapatom van. Igen, azt kell, hogy mondjam. Nálunk is vannak váltások, tehát akik jönnek, mennek, kipróbálják magukat ebben a szakmában. Azért el kell, hogy mondjam, nagyon szép szakma és egy hivatás a közművelődési feladatellátás és maga a rendezvények szervezése, de nagyon igénybe veszi az ember életét, mindennapjait, minden percét, a hétvégéit is, és az ünnepi napjait is. Úgyhogy nem egy egyszerű feladat, de minden kollégám legyen az akár a kommunikációs oldalról, az ügyviterről, a marketing oldalról, vagy a szervezői csapatban, vagy akár azok, akik a háttérben ott vannak, és a logisztikában, a rakodásban segítenek nekünk, mint egy működés támogató háttér. Mindenki szívvel, lélekkel dolgozik benne, és hivatásként űzi ezt. És az a célja, hogy egy szekeret tolva olyan programokat szervezünk a városban, ami mindenki megelégedésére szolgál, és akár nagyon sok esetben edukatív is. Van olyan program, ami különösen a szívedhez nőtt? Hát nekem a királyi napok leginkább. Én 2013-ban ott voltam a koronázás ünnepi játékok megszületésekor, akkor még a Vörösmarty Színházban,
És ez nekem egy olyan szívem csücske program, ami mindig is az marad. Nagyon nagy kihívás, nagyon nagy feladat, nagyon igénybe veszi az embert, mindenkit, az összes kollégámat, engem is beleértve. Kipihenni sem egyszerű, felkészülni sem rá, az sem egy egyszerű feladat, de nagyon jó ilyenkor a városban lenni, amikor látjuk, hogy a munkák gyümölcse beérett, és mindenki nagyon jól érzi magát, mindenki megtalálja a neki leginkább tetsző programot, nagyon jó visszajelzéseket kapunk. Ez nekünk is fontos. Lehet, hogy az emberek nem gondolják, de nekünk nagyon jól esik az, amikor kapunk visszajelzéseket, akár az utcán, egy mosolyt, egy köszönömöt, vagy akár bejegyzéseket, leveleket, szoktunk kapni e-maileket is, amiben megköszönik a szervezői munkát. Ez nyilván megerősítést jelent. Számunkra pedig az esztendő utolsó napjai, tehát itt most konkrétan adventre gondolok. Én azt hiszem, hogy ebben az esztendőben is fantasztikus programok várnak, amelyek méltóságot adnak, mindazt, amit advent közvetít. Egy néhányat említsünk meg, mert ezzel nagyon-nagyon készül mindenki. Hát a leginkább, ami leginkább szem előtt van, és az emberek leginkább látják, azok az adventi rendezvények a belvárosban. Minden vasárnapon ott vagyunk a színpadnál, az utolsó 23-án, ugye szombaton, amikor a gyertyagyújtás előtt és után különböző programokkal várjuk a városba érkezőket, akik nem csak fehérváriak, hanem nagyon sokan jönnek a régióból is, nagyon sokan jönnek ilyenkor látogatóba, rokonságba, és nagyon, nagyon sokan vannak a belvárosban. Ezen kívül minden nap ott vagyunk az adventi ablakok nyitásánál, a kollégáim mindig ott teljesítenek szolgálatot 17:30, hiszen a Városházára vetített adventi naptárban mindig megnyílik egy ablak, amiben valami különlegességet csempésztünk be, és ebben összefognak a város intézményei, kulturális intézményei, iskolái, mindenki ott van, és mindenki szerepet vállal abban, hogy nyissunk egy ablakot. A házainkban is vannak adventi programok, voltak is, és lesznek is ebben az időszakban. Öreghegyen koncertjeink vannak, komoly zenei előadás, színházi program, Felsővárosban lesz egy Montessori alapú karácsonyváró programunk, Csalán is lesz, és Kisfaludon is karácsonyi programunk, akár kézműveskedéssel. Úgyhogy nagyon sok helyen vagyunk, Fekete-Egyszáraz réten is lesz karácsonyváró programunk, úgyhogy nagyon elfoglaltak vagyunk ebben az időszakban is, nálunk nincs szezon, szokták kérdezni tőlem, hogy most, hogy vége a szezonnak, ezt nyárra szokták érteni, vagy a lecsófőző igazság végén, most mit fogunk csinálni a szabadidőnkkel? Hát nincs, mert minden szezon ami számunkra szervezési szezon. Nos, hát akkor ehhez kívánok erőt, egészséget. Nyilvánvaló a következő esztendőre is vonatkozik ez, boldog új évet. Neked, a családodnak, minden munkatársadnak nagy szükségünk van rátok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, az évérték előtt látták vendégem a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ művészeti vezetője, Igaz Krisztin volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.